Kihatott csíkok összefolynak alattam. A bűntudat némán rám tekint, erősebb a vártnál. Lehet a rögeszmémé váltál, de feladtam. Ha ez volt a célod, te értél. Nekem már semmi nem száll. Se tűnt, hogy felültem melléd a futószalagra, rég nem ismerek magamra, ezt is elértem. Te is tudod, hogy túl nagy a szakadék közted és köztem, neked így jó, nekem köszönöm. Vendégem Tomi és Bence, sziasztok! Szia! Körülbelül 4 évvel ezelőtt volt utoljára olyan klippetek, amiben ti nem szerepeltetek. Most is bevallom őszintén, azt vártam, hogy majd a száguldó mennyasszonyhoz egyszer csak így bepattantok így a kocsiba, és akkor végre láthatunk benneteket is, viszont ez nem így történt. Mi volt ennek az oka, hogy most nem vagytok benne? Az első klippünk volt a Karszalagok, amiben ugyancsak nem voltunk benne. Ezek után kijött azért egy jó pár olyan klip, amiben vagy a Tomi, vagy mind a ketten szerepeltünk, és most egy nem is videoklipet akartunk feltétlenül csinálni, hanem inkább egy ilyen tartalmat, ami visszaadja a dalnak az életérzését. A dal picit nekem ilyen 80-as, 90-es évek feelinget hoz vissza. Ti nagy megújulók vagytok, mindig egy picit újítotok. Most éppen hol tart a jetlag? Hát ez a Menet Szél című dal, ez egy ilyen szinti pop stílus gyakorlatnak indult, amiket gitáron írtam, ez azért hallatszik rajta, mert bár próbáltam később kivenni belőle a gitárokat, de nagyon gyenge lett volna nélküle, úgyhogy ez egy ilyen fúzió, tulajdonképpen jól mondtad, ez a 80-as, 90-es évek flash, egy kicsit azzal a gitárzenével ötvözve, amit mi szeretünk, hogy hol van a jetlag jelenleg. Hát figyelj, nagyon rapszódikus, éppen amilyen kedvünk van, olyan dalok születnek, szóval, hogy ez egy ilyen szabad játék, így fogjuk fel. Itt említetted a rapszódikus kifejezés, ez egy szakítós, szomorú dal, viszont tele van energiával. Aki ezt meghallgatja, nem arra gondol, hogy jaj, szakítunk, hanem jaj, szakítsunk. Mondjuk szerintem most esett le a barátom a székről, nem akarok szakítani, hogyha ezt meghallgatom, de mégis ez van benne, jól érzem én ezt? Hát amikor írtam, akkor eléggé felzaklatott voltam, és emlékszem, elindultam a stúdióba, szombat este volt, az egész város hömpölygött, forrongott, én pedig mentem a kis zugomba dolgozni, és hát jó volt elmenekülni otthonra, kicsit ez az elmenekülés érzés van leginkább benne, és volt újra egy ilyen terápiás jellege ennek a dalírásnak, amit akkor éreztem a legtöbbet, amikor elkezdtem dalokat írni, és az utóbbi időben már kevéssé, hogy amikor így a végére értem, akkor így összeállt a fejemben minden, és egy kicsit túl is tettem magam azon a mélyponton. Térjünk vissza egy kicsit a klipre, ez egy esnittes megoldás, egy szereplős. Miért pont ezt találtátok ki, meg hát egyáltalán, és hányszor kellett felvenni, hogy ez flottul menjen? Igen, hát több klip ötlet volt ehhez a dalhoz, főleg amiatt, hogy ilyen 80-as évek hangulata van. Nyilván nagyon sok ilyen 80-as évek ötletünk jött, de aztán rájöttünk, hogy azért ezt már elég sokan megcsinálták különböző módon, nem akartunk beállni ebbe a sorba, és nekem nagyon tetszettek az ilyen nagyon egyszerű, egysnittes megoldások, és emellett döntöttünk.
találtunk egy szerintem nagyon jó helyszínt ez az egészhez, és hát nyilván az operatőrünk Temesi Ádámnak volt ez még főképp nagyon nehéz, mert hátrafele kellett szaladni a kamerával, utána beülni egy autóba, az az autó legurult végig ugye a lejtőn, onnan kiszállnia, átszállnia egy másik autóba, és így ment az egész. Hát ezt már szerintem ilyen délután 3-tól elkezdtük próbálgatni, mire a tökéletes fénybe sikerült egyszer felvennünk. Mondj csak, Tomi. És a naplementére játszottunk, igen. És ki a menekülő menyasszony? Róla mit kell tudni? Berényi Biancának hívják, European Cannibal néven fut az Instán, és hát szerintem érdemes megnézni az Instagramját, ez mindent elárul. Egy jelenség. Igen, tényleg. És akkor ott találtátok meg? Igen, mentünk Balatonon, és ott volt. Mondtuk, fiam, már itt vagy, akkor szaladj bele, légy szia arra a dobról, mert pont van nálam egy mennyasszonyi ruha, minden rendes háztartásban kell, hogy legyen egy mennyasszonyi ruha. Én a Vírus már gyerekkora óta ismerem, igazából együtt nőttünk fel, és hát már gyerekén sem volt egyszerű, de nagyon szeretjük őt, és ezután is nagyon köszönjük neki. Igen, hozta a formát, és szerintem abszolút azt látjuk a képernyőn, amit vártunk tőle, és tökéletes volt a szerepre. Március 21-én lett volna itt a Hajón Elemezt bemutató koncertetek, hát ez sajnos elmaradt a vírus miatt, de mikor fogjátok ezt bepótolni, milyen tervek vannak? Szeptember 19-ére esett a választás, szerencsére viszonylag hamar, miután kiderült, hogy elmarad a márciusi hajós bulink, azonnal találtunk új dátumot, ami azért megkönnyebbülés volt, még akkor is, hogyha tudtuk, hogy hónapokig nem fogunk játszani, úgyhogy nagyon várjuk már, hogy visszatérjünk ide a hajóra. Ez egy lemezbemutató koncert lett volna ez a március 21-én. Sokat készültünk már rá, amúgy előtte, tehát teljesen benne voltunk ebbe a próbaidőszakba, de hát sajnálatos módon ugye ez szeptemberre került most. De persze nyilván erre is irgalmatlanul készülünk, és a lemez már kint van olyan szempontból, hát csúnya hangzik, daktis öröm az ürömben, hogy míg ugye a márciusi lemezbemutató az a lemez megjelenésünkkel egybeesett volna, most ugye szeptemberire azt gondolom, hogy mindenki kívülről fújja az egész albumot majd. Akkor így legyen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük.